gombos tűvel teletűzdelt kolbászt, virslit és húsdarabokat szórt szét valaki egy parkban Szolnokon, így akarja megölni a kutyákat. Gombos tűvel teletűzdelt kolbászt, virslit és húsdarabokat szórt szét valaki egy parkban Szolnokon, így akarja megölni a kutyákat. Volt olyan hús, amiben mérget is tettek. És volt, itt találtunk, ilyen darabokba is beleszurkálva. Akkor itt, ezen a részen, itt is, ilyen kolbász darab volt, és ilyen szögek voltak benne, és olyan rafinált volt, hogy ide is rakott, gondolom arra gondolva, hogy kankutya esetleg, vagy valami, és az ugye az oszlopokat keresi. Itt az oszlop tövére is volt rakva ilyen húsdarabok, és beleszúrva a gombos tű. De láttunk már olyat is, hogy ilyen vas reszeléket raktak bele, tehát hogy még véletlenül se tudja a kutya eltéveszteni, hogy na, nem eszi meg. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mik. És ez a rész, ez a környék egyébként pedig olyan, hogy itt annyiféle állat megfordulhat, és gyerekekről nem beszélve, mivel ugye füves terület, hogy itt nem csak a kutyákat, illetve az állatokat veszélyezteti ezáltal, hanem az embereket is, a gyerekeket is. Erre játszanak a gyerekek például, miért ne láttam volna, és fölveszi, kíváncsi, még ha nem is veszi a szájához, de kezével, ha megfogja, szétszeli, elvágja a kezét, véges, ezek a vasdarabok szök, ez mind fertőzést okoz. Tehát egyszerűen nem gondolják át az emberek, hogy azzal, hogy most az állatot támadják ezáltal, hogy ugyanúgy az embereket is veszélyeztetik. A környéken élők nagyon fel vannak háborodva. Azt mondják, a parkban akár egy gyerek is ehet az életveszélyes csalikból. Sok esetet bejelentettek már az alapítványunkhoz. Ez a legutóbbi eset például, hogy húsdarabokba gombos tűt helyeztek el, és ezt több helyre letették, hogy véletlen se legyen az, hogy egyetlen egy kutya se találja meg. Tehát az emberi gonoszságnak nincs határa. Ezzel olyan is történt, hogy egy kutya, és föl is vette a kutya, horog volt a kolbász darabba. Tehát egyszerűen ez a fajta állatkínzási kísérlet, mert ugye amíg nem eszi meg a kutya, amíg nem veszi föl, addig nyilván csak kísérlet marad, de amennyiben fölveszi, abban az esetben ugye már állatkínzás. Tehát ilyen szinten, hogy ennyi gonoszság legyen az emberekben, ez hihetetlen. Akkor volt olyan eset, hogy ilyen reszelék, vas reszeléket raktak bele, ilyen nagyon vékonyra eldarabolva, és az volt kitéve. Nem gondolnak arra, hogy ezt nem csak állatok, kutyák, macskák, stb. Szedhetik össze, hanem ugyanúgy akár egy veréb is például, vagy egy rigó, tehát madarak is, és arról nem beszél, hogy a gyerekek. Ugye itt is például, ugye szabad terület, zöld terület, gyerekek játszanak. Ki vannak téve annak, hogy meglátja, fölveszi, megnézi, hogy mi az, megvágja a kezét véletlenül, vagy megszúrja, kész a fertőzés. Tehát nem gondolkodik, szóval annyira gyűlölködő ez az ember, aki ilyenre képes, hogy vasat, horgot, gombos tűt, szöget helyez el ételbe, és azt rakja ki, hogy az állatok megegyék és elpusztuljanak, hogy az szinte elmondhatatlan. Rendkívül felháborító, és sajnos az a hátulütője, hogy ezt csak és kizárólag ugye tettenéréssel lehet csak megfogni. Ez sehogy máshogy. Vagy ha van kamera, ami fölveszi, de még azt is ki tudja takarni. Tehát a háttal csinálja, már nem látszik. Tehát megfoghatatlanok ezek az emberek, és ők ezt tudják. És ezért merik ezt megcsinálni. Annyira sűrűn van, hogy hihetetlen. Nap, mint nap. Tehát egy nap, amikor kétszer jelentenek be ilyet. Két helyről. Tehát annyira elszaporodott most, hogy én nem tudom miért. Megbolondultak az emberek, nem tudom. A városban korábban is történt hasonló. Egy lakótelepen és a Zagyva parton szórtak szét mérgezett húsdarabokat. Akkor több kutya is elpusztult. Én is hallottam erről, hogy ilyen mérgezett húsokat dobálnak szét, meg gombos tűkkel rakják tele a húsokat.
vagy ilyen különböző ilyen kis jutalomfalatokat, patkányérget is tesznek például bele. Hát nagyon szomorú vagyok, hogy ilyeneket megcsinálnak az emberek, hogy erre vetemednek. Úgyhogy ez felháborítónak tartom.